egy szerves fejlődésnek vagyunk a részei, hát nem csoda, hogy ez az év is jól sikerült. Habár szeptemberig úgy tűnt, hogy az előző gazdasági év eredmény szintjét fogják megismételni, az év végén mégis komoly növekedést produkált a Videoton, így végül 40 milliárd forinttal haladta meg a vállalatcsoporta a tavalyi 220 milliárd forintos árbevételét, mondta el az évzáron a Videoton elnök vezérigazgatója. Szeptemberig jó, hogy a előtte lévő évnek a eredményeit tudjuk hozni, és szeptembertől kezdve oldult meg igazán. Az, hogy egyértelmű általános helyes döntés volt a megemelt raktárkészletet, mert így tudtuk biztosítani azt, hogy szeptembertől kezdve egy komoly növekedési pályára kerültünk. A pénteki évértékelőn Sinkó Ottó társvezérigazgató kiemelte, hogy a következő gazdasági évre 300 milliárd forint körüli árbevételt céloznak meg a mostani magas energiaárak mellett készített tervek alapján. Megemlítette, hogy Kína mellett felértékelődtek a távol-keleti országok, alternatívává váltak Európával szemben, ahol a magas energiaárak miatt a gyártás megdrágult. Az európai gyártás nehézségekkel küzd ugyan, de ez a Videoton piaci esélyeit Sinkó Ottó szerint nem rontja, sokkal inkább javítja. A piaci turbulencia nőtt, de az elektronika és a gyártás nagyobb hangsúlyt kap az Európai Unión belül. És ez pedig történetesen az elektronika gyártás az Európai Unión belül, történetesen ez a Videoton fő profilja. Ezeken az átalakuló piacokon erősödő pozíciókban, de a költségek és a kockázatok nagyon jelentősen merülnek. És erre nekünk kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Az évzáron elhangzott továbbá, a vállalatnál jelenleg az elektromos autóipar és a hasonló új iparágak húzzák a cégcsoport gazdasági teljesítményét. A cég ezer részein az elmúlt években több nagyértékű beruházást hajtottak végre.